Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Gyerekek, láttátok a devstream-et? Lenyomták a 2019-es roadmap-et. Jó, azért masszívan éreztem benne az iróniát, úgyhogy remélem mindent, ami ott oda leírtak, hajlandóak is beváltani, mivel hát azért most már ugye a veterán játékosok is, és most már a nagyobb Warframe videósok is odakint külföldön, felszólalnak, hogy a 2018-as évek kicsit volt. Néztem Tactical Potato-nak is a legutóbbi videóját, ahol felmérte azt, hogy mennyi fizetős content jött ki, és mennyi nem fizetős content jött ki, és ahogy haladnak az évek, egyre több fizetős content jön ki, úgyhogy kedves gyerekek, lássuk, mi várható 2019-re a Warframe-ben. Ezúton is szeretném megköszönni Bálintnak, aki a Necro Army-ban szépen összefoglalta, magyarul leírta a Facebook oldalunkon, ugye, hogy mi várható és miket fognak csinálni. Egy kicsit vegyünk át egy-két dolgot, ugyebár. Ahogy néztem, és kiemeltem is a múltkori videómban, hogy a Warframe-nek ebben a pillanatban nem feltétlenül csak új content kell, hanem átdolgozás és jobbátétel, értelem, hogy legyen miért játszani a Warframe-mel. És az egyik pont, amit én kiemelnék, ami nekem szimpi volt a Devstream-ből, az az, hogy át fogják dolgozni a jutalmazási rendszereket végre, tehát, és nagyon remélem, hogy jók leszek, tehát új küldetése, új alertek, új jutalmazási rendszerekkel, és nagyon remélem, hogy jó lesz, mert számomra a Warframe-ben az motivál, ha nehéz egy küldetés, és ha már nehéz, érdemes-e oda menni azért a cuccér, amit dob. Hát ez van. Ja. Na most. Amit még ugye megígértek, illetve amit én nagyon kiemelnék, és szimpi volt nekem a Devstream-ben, az a The Wolf of a Saturn 6 című event, hölgyeim és uraim, aki Battlefield 5-ozik, vagy Destiny 2-ozik, vagy nagyjából Fortnite-ozik, akkor tudják, hogy manapság a játékokban ez a legújabb cucc, ez az eventelés, hogy mit tudom én, lesz egy hetes event, egy alert rendszer lesz tulajdonképpen, lesz egy hetes event, és vagy heteken át tartó, teljesen mindegy, és mindegyik szekciójában, ha megcsinálod a challenge-et, kapsz valamiféle jutalmat. Na most a Devstream-ben azt mondták, ha jól értettem, hogy ezek csak skin jutalmak lesznek, remélem nem így lesz. Remélem, hogy kapunk egy elrejtett Prime-ot, vagy egy drágább alkatrész, remélem, esetleg egy tenogent, érted, mint a legnehezebb challenge-ekre megcsinálják, adjanak ki egy tenogent, elképesztően jó dolog lenne. Na most, amit még elárultak ezzel az eventes kapcsolatban, ezzel a The Wolf of Saturn 6-el, az, hogy az eventet egy képregény féleség fogja kísérni, tehát lesz mögött egy történet, szerintem ez kurva jó. Nekem, mint partnernek hozzáférést adtak a Warframe képregénynek az első pár részéhez, és azt kell mondjam, hogy történetírás tök jó volt. Ha kíváncsiak vagytok, akkor lefordítom nektek a képregényt, mert egy előtörténetet kapunk, hogy hogyan születtek meg, vagyis hogyan szabadult fel Excalibur és a tenóknak a hátteréről továbbá képességekről, Warframe képességekről, nem rossz. Ha szeretnétek, lefordítom, nagyon szívesen. Szóval, ja, emögött is lesz egy ilyen képregényféleség, és lesz egy boss, egy új boss, őről is mutattak valami képféleséget, meglátjuk, jónak érzékeljük. Na most ez minden szinten elérhető lesz, szóval casual és pro játékosok is élvezni fogják. Amit én problémának látok ebben, hogy ha a jutalmak ugyanazok lesznek high-enden, mint low-enden, akkor senki nem fog high-endezni, mert miért tennék ilyet? Szóval úgy gondolom, a jutalmak között igenis nagy különbséget kell tenni, visszatérőek legyenek a jutalmak természetesen, azért, hogy aki most casual vagy casual felszerelése van, az későbbiekben megszerezhesse ezeket a cuccokat. De hogyha ketté fogják osztani, hogy lesz egy magas szintű, meg egy rövid szintű, nem fogok csak azért a magas szintűre menni, hogy érezzem a nyomást,
mert attól még nem lesz igazi talán. Én bemegyek a kicsire, megszerzem a cuccokat, lezártam egy hét alatt, elmondom a videóban, hogy ezt kell csinálni. Happy days. Remélem, hogy ez meglátjuk, hogy alakul. Természetesen meg fogjuk kapni a The New World. Jó küldetés, amire számíthatunk, azt hiszem mostanában a Warframe-esektől. Egy ilyen story-driven féle küldetés, megtudhatjuk a folytatást. Mutattak egy-két képet róla, és az emberek elkezdtek spekulálni, hogy volt ott egy nagy űrhajó, és akkor az a Lotus anyjának az űrhajója, és a többi. Szóval meglátjuk, hogy alakul a történet. Nagyon kíváncsi, a várom a folytatást, hogy a Lotus végül jó fiú, vagy rossz fiú, bár van egy ilyen érzés, hogy csak jó fiú lesz az a vége. Na, vagyis jó kislány, pedig milyen rossz kislányokat szeretjük, igaz? Na jó. Railjack, a.k.a. Empyrean, ahogy mostanában hívják, be fog jönni természetesen. Nagyobb szerepet szánnak a Railjacknek, mint amit gondoltunk volna. Össze akarják kötni vele a bolygókat, és egy ilyen bolygó közötti harc féleség lesz. Továbbá nagyon-nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy megesett, hogy a Tau rendszerbe is el fogunk látogatni a Railjackkel. Tulajdonképpen. Szóval ez még meglátjuk, hogy hogy fog alakulni. Az Archwinget emiatt át fogják alakítani, hogy több közel legyen a Railjackhez. Egy nagyon-nagyon kis csapat állítólag dolgozik Raideken. Nagyon örülnék neki, ha visszatérnek a Raidek. Még inkább örülnék neki, hogyha ilyen Destiny 2-es rendszerű ilyen nehezebb küldetéseket csinálnának, mint a Destiny 2-ben van a Shattered Throne, vagy a Whisper... elfelejtettem mi a neve a Sniper küldetésnek. Whisper of the Worm. Na, Whisper of the Worm küldetés, tehát valamilyen megnehezített küldetéseket, ha nem is raideket, de ilyesmit szerintem nem ártana. Lenne mondjuk Fortunál egy rejtett hely, amit megtalálsz, és hozzávezet egy dungeonhez, és végig kell menni egy dungeonre, és az a dungeon kurva nehéz. És azt hiszem, a Warframe-ben valami nehéz, az kétszer nehezebb, mint Destiny-ben egy adott ponton, hogyha már az enemik beindulnak sebzéssel. Szóval, ja, nagyon fasza lenne. Lesz egy új frakció, hölgyeim és uraim, tehát van Grineer, van Infested, van Corpus, van a Corrupted, ugye? És lesz egy új frakció, hölgyeim és uraim. Szóval lesz Plains of Duviri, hát vagy magyarosan lefordítva. Ezen a helyen fogják bemutatni az új frakciót, és eddig még sokat nem tudunk róluk, de ez egy új lehetőség, egy új történet, új elemik, új minden. Úgy néz ki, hogy ilyen orokin származású frakció lesz. A divat, a képek, amiket mutattak róla, róluk nagyjából úgy néz ki, mint ilyen orokin származású lények lennének. Millipont 3.0 természetesen egyre közeleg. Vége van az koliákos, mémisztrákos korszaknak, srácok, ideje megtanulni becsületesen kardozni. Amit bejött a Mili 3.0, ez nagyban át fog alakulni, úgyhogy sajnálom, ez van, éljétek bele magatokat az újba. Kereskedésnél 6 slot lesz elérhető, az 5 helyet így full setteket át fogunk tudni, én nem is értem, hogy ezt még nem vezették be legalább 3 év ezelőtt, szóval... ja, most már eddig eljutottunk, hölgyeim és uraim, természetesen lesznek Tenogenskinek, bár én azt nem számolom contentnek, hogy őszinte legyek. 3 új Warframe van jelenleg a sorban, amiből 2-t be is mutattak, az egyiket ilyen képformájában, a másik az, ahogy minden videós mondja, én is mondom, kiköpött Zarya Overwatchból, de kiköpött Zarya Overwatchból, úgyhogy... ja, úgy néz ki, mintha Rino átment volna nőbe, és felvett, vagyis inkább úgy mondom, a Rino sokat overwatchozott, és megtetszett neki Zarya, ezért átalakult. Tehát így, na mindegy, meglátjuk, állítólag nagyon erős lesz. Viszont a másik Warframe, amit bemutattak, az elég jól nézett ki, hogy őszinte legyek. Ja. Nagyjából ez várható. 2019 egészére beszélünk ki, szóval amire az első contentek bejönnek, addigra bőven benne leszünk a tavasz közepén, nyár vége, ősz.
Természetesen folyamatosan fogjuk kapni szépen lassan, aztán meglátjuk, hogy hogy dől el. Mivel, hogy azt kell mondjam, hogy a Warframe egyetlen ellensége, ahhoz, hogy ez a játék bebukjon, az önmaga. Ez a játék mostanra már megállíthatatlan, egyedi és saját világ kultúrával rendelkezik. A játékos bázisa, core játékos bázisa nagyon erős, és nagyon-nagyon-nagyon kitartó ez a játék mellett, és nagyon utálja, hogyha valaki valami rosszat mond erről a játékról, de amikor szükség van rá, akkor fel kell rá hívni a figyelmet, ha valami félretér ennél a játéknál, fel kell hívni rá a figyelmet, hogy felfigyeljenek a devesek, és erre ki a legjobb ugye a videósok, mert a videósok közösség nézőpontból beszélnek, és jobban felfigyelnek ugye a devesek is erre az egészre. Hát jó, srácok, nagyon remélem, hogy ez tényleg így lesz, és nagyon-nagyon várom kíváncsian a jutalomrendszer átalakítását, alertek átalakítását, a Railjack-ben nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és a The Wolf of Saturn 6-ra nagyon kíváncsi vagyok, a Gas City fel lesz újítva, oké. Okay. Ja, ezt is elmondtam, most már tudjátok. Én azt nem számolom contentnek, bocs. Az csak szépen felütött van. Ha nem lesz ott semmi, bár lesz egy új játékmód, persze új rewardok, meglátjuk, hogy mik azok a rewardok, de ha nagyon nem lesz ott semmi olyan, akkor az is csak egy meh, valami lesz. Nem fogom overhype-olni most már magam, 5 éve játszok, nem fogom overhype-olni magam, de nagyon remélem, hogy jó lesz, és több ingyenes kontentet kapunk, tartalmat kapunk, mint fizetőset, hogy őszinte legyek. Végül is valamiből persze pénzt kell csináljuk, de egyefene, mégis csak egy ingyenes játék. Na jó. Srácok, köszönöm nagyon a figyelmet, ha tetszett a videó, egyetértesz velem, a összefoglalóval minden lehet, csak dobj egy lájkot, iratkozz fel, Discord szerverünk mindenki számára elérhető. Ha csatlakozni szeretnél a klánba, link a videó leírásában. Discord szerverhez is link a videó leírásában. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Bardok, meglátjuk.